Tisztelendő paptestvérek, tisztelendő nővérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Két hete, Szent Háromság vasárnapján arról elmélkedtünk, kicsoda az Isten. A félelmetes nagy titok és misztérium épp hogy csak megközelíthető az értelemmel, belső élete pedig csak a kinyilatkoztatás által sejlik föl nekünk, hogy az Isten nem magányos, bár egy, de három személy közösségében él. Aztán egy hét múlva, Úrnapján, arról a nagy testamentumról, hagyatékról emlékeztünk meg, amit az Úr Jézus itt hagyott számunkra, önmagát az Eukarisztiában, mert ő velünk akar lenni a világ végezetéig. A mai Jézus szíve ünnepe pedig arra ad választ, hogy milyen az Isten. Kicsoda számunkra az Isten. És ez egy képben a Jézus szíve tiszteletben, kultuszban, még a gyerek számára is emlékezetessé válik. Hiszen a mi kultúránkban, de a Föld talán 90%-ában visszamenőleg évezredekre a szív, az emberi szeretetet, a jóságot jelképezi, és valamiképpen az ember személyiségének a középpontját. Mai reggeli híradásban olyan valaki beszélt, aki egy osztálytársa való találkozásban, aki évtizedek óta külföldön él, hallotta tőle, hogy Tompa Mihály idézetét, szívet cseréljen, aki hazát cserél, hogy ez igaz. De ebben az van benne, hogy az embernek valamiképpen föl kell számolni a múltját, ha véglegesen elhagyja hazáját, és valamiképpen az érdeklődését is, mindazokat a dolgokat, amik itt fontosak voltak, zárójelbe kell tennie, mert az ottani élet kell, hogy lekösse őt annak megélhetésével. És legfeljebb csak egy múltá lesz, hogy valamikor egy másik hazában élt. Az ember személyiségének a központját fejezi ki a szív, így a Bibliában is. Vannak bibliai konkordanciák, egyébként ebben is benne van a kor, a szív szó, amiben összesítik a lényeges dolgokat, és hosszú, nagy idézet sor található arról, hogy mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség milyen jelzőket használ a szívre, ami részben Istenre, részben az emberre vonatkozik. De a magyar közmondások, a magyar szálló igék is gazdag tárházát adják a szívnek az irodalmi vagy hétköznapi jelentőségéről, nem is kell különösebben magyarázni. És amikor mi Jézus szívét tiszteljük, akkor egyrészt magára, arra a tényre is gondolunk, hogy a kereszten átdöffe oldalát, szívét is átütötte a katona lándzsája, de sokkal többről is van itt szó, hiszen maga Jézus teszi metaforává, olyan jelzővé, az ő tulajdonságait összefoglaló, emberi és isteni szeretetét, elénk adó magatartását,
amikor azt mondja, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Tanuljatok tőlem. Az ember az a lény, aki dresszírozás nélkül meg tud tanulni dolgokat. Sőt, egy idő után szinte óhajt tanulni, kíváncsi, szeretne többet tudni. Benne van a természetünkbe, lelkünkbe, a mindig többet ismerés, többet tudásnak a vágya. És az Úr Jézus azt mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Mind a két erény hiány van a mai világban. A szelídségnek az ellentét az agresszivitás, az erőszak. Márpedig az ember tud nagyon erőszakos lenni. És azt is megfigyelték éppen a lélektannal foglalkozók, hogy az ember az ösztönösségén túl tanulja az agresszivitást is. Az állatok sokfajtája eleve úgy születik, hogy magában hordozza az agresszivitást. Ez a medve, amelyik most itt Magyarország figyelmét lekötötte, hogy hol megy, hol bolyong, ez egy darabig lehet csak szelíd vagy jámbor, de félő, hogy kitör belőle az állati erőszak. Ilyennek született. Az ember tanulja is az agresszivitást. Tehát akkor tanulni kell a szelídséget is. És nagyban és kicsiben ott van az agresszivitás. Hiszen az emberek mindig készek a háborúskodásra. A mi világunk sem a békének a korszaka, hiszen a fegyver csörtetéstől hangos a világ, nagy hatalmak, kis hatalmak egymást fenyegetik, és az emberiség a megtermelt javainak nagy részét elpazarolja a fegyveres kiadásokra. Hát döbbenet ez, nem? Mert értelmes embereknek hívjuk magunkat homo sapiensnek, és nem tud megegyezni a világ abban, hogy ne gyilkolja a másikat. De ugyanígy van ez kicsiben is, hiszen már gyerekkorban is Facebook nagy agresszív áradattal némely gyereket a depresszióba, mi több, még az öngyilkosságba is már belezavarnak, mert olyan agresszív kijelentések és támadások tüzébe kerül. Szelídséget tanuljunk, annak nagyon nagy jutalma van, bár nagyon nehéz szelídnek lenni, a szelíd emberrel szeretnek lenni, az agresszív embertől félnek. A főnök, a társ, ha bárki a családban, vigyázni kell, nehogy kitörjön, mint a vulkán. A szelíd emberrel jó együtt lenni. És örülnek, ha ott van. Szelídségnek már ez a földi jutalma is. Bár azt mondja az Úr Jézus, hogy boldog a szelídek, övék lesz a föld, de nem csak erre a földre gondol, hanem az üdvösség földjére is. Hogy tanuljuk Jézustól a szeretetnek ezt a fajtáját. Sok mindent meg kell tanulnunk Jézustól. Ha megtartanánk az ő felszólítását, mássá lennénk. Nagy vihart kavart már is az új emberi jogok minisztériumának, Kassler professzornak a kijelentése, hogyha megtartaná az emberiség a 10 parancsolatot, egészségesebb lenne. Tehát annyira magától értetődő,
hogy ezt nem is tudom, miért nem lehet elfogadni. De már azonnal támadásba léptek. Hát nyilván, ha megtartanák a 10 parancsolatot, annyi mindenre nem lenne szükségünk, amit épp azért kell bevezetnünk, mert félünk, mert a világ félelmetessé vált körülöttünk. Tanuljunk Jézustól, és ugyanakkor mondja azt, hogy mert alázatos szívű is vagyok. Az Isten a legalázatosabb, bár a leghatalmasabb és legtökéletesebb létező a világ mindenségben, de a legalázatosabb. Úgy teremtette meg a világot, hogy elrejtőzött a világ megteremtése mögött. Hagyta, hogy az ember elfogadja, hogy rájöjjön majd arra, hogy valaki ott van a világ egyetem mögött. Nem dicsekvően, gőgösen teremtette ezt a világot. Jézus Krisztusról pedig Szent Pál apostol mondja, hogy megalázta magát azáltal, hogy ember lett, istenségét, isteni dicsőségét otthagyva, emberi testet öltött, megalázta magát, s engedelmes lett egészen a halálig, a kereszt halálig. Az alázatosságnak is hiány vagyunk, ugyanis a magyar ember rettentő büszke az elért eredményeire. De itt is csak végig kellene gondolnia, Szent Pál mondja, mit van, amit nem kaptál, a pedig van, mit dicsekszel vele. Technikai vívmányok is azért születhetnek meg, mert az ember értelmet, ügyességet kapott az Istentől. Büszkeségnek nem sok helye van valójában az ember életében. Amikor az új alkotmányt tervezték ezelőtt 10 évvel, vagy pontosan nem is tudom mennyivel, akkor én is megkaptam a nyers anyagát, és pontosan azt tettem kritika tárgyává, hogy sokszor van benne az, hogy büszkék vagyunk. Legfőjebb hálát adunk azért, hogy voltak nemzeti hőseink, nagyok. De az örökös büszkeség az embert eltorzítja. Legyen inkább alázatos. Még akkor is, hogyha nagy dolog az, amire büszke. Ma olyan világot élünk, hogy a bűnös életmódra is büszkék az emberek. Ilyen-olyan büszkeség napja, gondoljunk rá. Ide jutottunk. Régen szégyeltek dolgokat, ma büszkék rá. Alázatosnak lenni. De ez nem alázatoskodást jelent, hanem helyére tesszük az élet dolgait a maga realitásában. Hogy mi mit adtunk hozzá, mi az, ami mi általunk is létrejöhetett. Az Úr Jézus beszél a szolgákról, hogy amikor mindent megtettek, akkor mondják azt, hogy nem tettünk mást, csak a mi kötelességünk. Az alázatos szolga, akit Isten fölmagasztal, ezt Üzanya is megénekelte, a gőgösöket lelöki trónjáról, még a történelem süllyesztőibe is kerülnek, az alázatosak pedig felemelkednek az Isten előtt. A Jézus szíve tiszteletnek, kultusznak ilyen következménye is lehetnek, hiszen sokkal többről van itt szó, mint hogy egy ünnepet tartunk, ami gyönyörű és szép, és hála Istennek, hogy itt Kalocsán különösen is nagy ünnepélyességgel, megtartva körmenettel ünnepeljük Jézus szívét, de akkor igazi az ünneplésünk, ha jó diákokká válunk, mert tanulnunk kell Jézustól, aki szelíd és alázatos szívű.
Ezt kívánja az igazi Jézus szíve tisztelet, amely nem egy barokk termék, hanem már visszanyúlik az ős időkre. Isten szívéről hallhattuk az olvasmányból, már a proféták is szóltak, hogy mint egy gyereket úgy magához emelte a választott nép, az Isten. Kimutatta szeretetét irántunk. Jézus Krisztusban az egész emberiséget, hogy így mondjam, fölemelte, átölelte Jézus kereszt halálával, szeretetével, végigvaló hűségével. Jézus szívének ez a igazi lényege, hogy Isten szeretetének örüljünk, Isten szeretetét dicsőítsük, és Isten szeretetét, ami Jézus szíve kultusban van, kövessük. Mert ez a szeretet viszont szeretetet és követést kíván. Adja Isten, hogy az idei ünneplésünk Jézus szívének mostani ünneplése kihasson hétköznapi életünkre az év folyamán, ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, szelídségben, alázatosságban és a szeretet önzetlen tetteiben próbáljuk meg követni a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Hiszek,